Emlékestet szervezett a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, a KMO Művelődési Központ és Könyvtár kamrájában Hajdú Júlia zeneszerzőre emlékezve. A közel 100 éve született zeneszerző nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a Csak a szépre emlékezem, a Sétahajó vagy a program címéül is választott Pest megér egy estet. A Hajdú Júlia zeneszerzőnek a jogutódja volt a Dohány Julika néni, és a Dohány Julika néni viszont úgy gondolta, hogy én lennénk méltó arra, hogy én tovább vigyem akkor a Hajdú Júlia emlékét, és akkor így tulajdonképpen hivatalosan én vagyok most a Hajdú Júliának a jogutódja. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor itt az alkalom, hogy akkor mivel, hogy a Júlia napon nem tudtuk megtartani, de viszont most akkor a Júliákra emlékezünk, és akkor így megemlítjük, hogy a Hajdú Júlia zeneszerző Dohány Julika néni természetesen, akire szívesen emlékezem vissza, és ugyanakkor Majnák Júliának is a nevét is megemlítjük azért, mert sokszor összetévesztették a két zeneszerzőnőt, és én úgy gondoltam, hogy egy kicsikét felelevenítenénk akkor tulajdonképpen az ő emléküket. A Júliákra való emlékezésben és a dalok felelevenítésében Lékai Klári, Tornai Ágnes, Siklósi Tibor táncdalénekesek és Lukács János jazz-zongorista működtek közre. Ő a Liszt Ferenc Akadémián végzett klasszikus szakon és zeneszerzői szakon. És ugye ő nagyon sokat tanított utána, amellett, hogy ugye ő zeneszerző volt, és nagyon sokat kísért énekeseket, kuplékat, kabarékban lépett föl. Például egy pesti est, amit ő írt, ugye ez, ami a nagyon híres ugye, operett, azt ő kísérte például végig. Illetve kabaréban, tévében, operetteket, mind ő kísérte annó annak idején. Az eredményekben és élményekben gazdag életúttal rendelkező zeneszerzőre Lukács János Máté Péter dalokkal emlékezett. A vendégeket Losó Györgyné, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület elnöke köszöntötte.